Az elmúlt időszakban több megállapodást is kötött a Józsa András Múzeum a város cégeivel, valamint más kulturális intézményekkel egyaránt. Most a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárral írtak alá megállapodást, annak érdekében, hogy közösen tudják alakítani Nyíregyháza kulturális életét, hangzott el a sajtótájékoztatón. Mi az átalakításnak gazdagítását gondoltuk, tehát a mai megállapodás is erről szól, hogy a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár és a Józsa András megyei hatókörű városi múzeum között történt meg ez a megállapodás. A megállapodásnak 9 pontja van, és arról szól, hogy működjünk minél hatékonyabban úgy együtt, hogy a város kulturális életét ezzel is jobban elő tudjuk segíteni. Tehát ahonnan kiindult a beszélgetés igazgatónővel, amikor leültünk és beszélgettünk erről, akkor a lényeg az volt, hogy ugye a mai világban egyre jobban a műtárgyakat digitalizálás alá vonjuk, és minél szélesebb körnek meg tudnánk mutatni. A közös tervek között szerepel többek között a szakkönyvtárak együttműködése, a könyvkiadói tevékenység összehangolása és a közös pályázatok is. Kiemelt szerepet kap majd a digitalizáció, amelyet szintén együttesen szeretne a két intézmény annak érdekében, hogy minél gyorsabban, minél több platformon elérhető legyen a könyvtár és a múzeum archívuma. Vannak digitalizálási pályázatok. Ezeket is, hogyha lehetőségünk van, hangoljuk össze, vagy közösen vegyünk részt ezeken a pályázatokon, mint ami egyébként volt már a könyvtár és a múzeum között, amikor a Nyírvidék című folyóiratot digitalizálta a két intézmény. Bízunk benne, hogy a jövőben is hasonló pályázatokat írnak ki, hiszen el is készült a könyvtári digitalizációs stratégia, ami pont erre hívja fel a hangsúlyt és a figyelmet, hogy mennyire fontos a közgyűjteményekben megőrzött nem csak nyomtatott dokumentumok, de videók, hanganyagok archiválása és megőrzése az utókor számára. A sajtótájékoztatón a város alpolgármestere is részt vett, aki egy friss hírrel kezdte köszöntőjét. Urik Attila még tavaly kereste meg a Magyar Posta ZRT bélye kibocsátással foglalkozó részlegét, azzal a kéréssel, hogy a jövőre kerek évforduló ünneplő Józsa András Múzeum kerüljön bélyegre is ezentúl. A Magyar Posta ZRT tanácsa elfogadta az egyik javaslatunkat, és a Józsa András Múzeum, amely jövőre 150 éves lesz, rá fog kerülni hivatalosan a Magyar Posta által kibocsátott és értéken megjelölt bélyegre, ami nagyon-nagy öröm a számomra, mert Nyíregyházának egy kulturális intézménye sem volt még rajta, sőt, Nyíregyházán is magánkiadások vannak, bélyegek, amelyek megjelentek eddig a magyar fiatal történetben, és nem hivatalos kibocsátásnak a részei, illetve azt gondolom, hogy ez egy hatalmas reklámfelület, ezt nem csak Nyíregyházán láthatják, hanem lényegében bármely Magyar Posta hivatalba bemennek, ráragaszthatják a kis borítékukra. Urik Attila a sajtótájékoztatón hozzátette, mivel magyar témájú bélyegeket sokan gyűjtenek szerte a világban, ezért határokon túlra is elmehet a híre annak, hogy Nyíregyházán van Magyarország egyik legrégebbi közgyűjteménye és múzeuma.